A keresztül mai vendége Gyimóti Géza, az országgyűlés alelnöke, akit Tornyán József utódjaként jelöl az Agrártárca élére. Kérdező társaim Tamás Ervin, a Népszabadság főszerkesztő helyettese, és Dési János, a Népszava rovatvezetője. A kérdés a reklám előtt az volt, hogy kicserélje a fodrászát, mert egyik képviselő társa, Hegedűs Mihály azt mondta, hogy jó PR-os közreműködéssel, egy kis fazonigazítással és új frizurával ön megfelelő miniszter lehet. Hát természetesen nem cserélem ki, mert 23 év óta, mióta házasok vagyunk, a feleségem nyír, komolyan mondom, és ahogy nyírul a hajam, mind kevesebb szer kell, hála Istennek, mert... Ezt lehet, hogy Hegedűs Mihály nem tudta, hogy ezt nem tudtam, Misi barátom, amúgy alkalmasnak tartott ő is, mint a többség, és hát a megyei kisgazdák, azóta többször találkoztam, több gyűlésen voltam részt, örülnek a választásnak, én azt hiszem a bizalmukról biztosítottak természetesen, minden jó kritikának, így akár a kinézetre, tehát a formai kritikákat is elfogadom, és hát a módom lesz, majd megfogadom. Arra biztatott itt bennünket a keresztűz előtt, még kint a vendégváróban, hogy nyugodtan kérdezzünk keményeket, mert ön mindenre nagyon szívesen válaszol. Tegnap este a Napló adásában a TV2-nak az lett, hogy korona tanulja, Dési Géza azt találta mondani, hogy ha Tornyán József önt kirúgná, akkor nem lenne mezőgazdasági vállalkozás, amely önt, mint agrárszakembert alkalmazná. Egészen biztos abban, hogy végül is a miniszterelnök önt kéri majd fel az Agrártárca irányítójának? Nézze, nem vagyok biztos. A koalíció szerződés szerint a párt elnöke, mármint a független kisgazdapárt elnöke és a párt elnöksége jelöl a minisztert és a politikai államtitkárt. Ez megtörtént pénteki napon. Eljuttatta a miniszterelnök úrhoz is, a párt elnökünk ezt a jelölést, és nyilván most a bizottsági meghallgatások következnek kedden és szerdán, és utána ha a miniszterelnök a bizalmáról biztosít, akkor leteszem az esküt. Nem én kértem a miniszterséget, jelöltek. Amúgy Dési úr véleményével én nem foglalkozok, én a munkáról szeretnék koncentrálni. 15 évig a gyakorlatban dolgoztam, egy átlagos szövetkezetben átlagos agrármérnök voltam, nem voltam kommunista pártagja, így szakmai vezető voltam, főállattenyésztő voltam. Utána 4 évig a mezőgazdasági bizottság alelnökeként részt vettem azokba a szakmai törvényekbe, állategészségügyi törvény, takarmányzási törvény, élelmiszertörvény, élelmiszerkönyv, azoknak a megalkotásában, amelyek az Európai Uniós jogcsatlakozáshoz nekünk nagyon szükséges, és szeretem a paraszt embereket, és járom. Minisztertársa is állítólag kifejezték aggodalmukat, kifogásokat soroltak önnel szemben. Ez hogy esett önnek? Mit tart ebből reálisnak? Nézze, én a minisztertársakkal szemben is ugye olvasok újságokban nagyon sok kritikát, mégis azt mondom, fegyelmezett kisgazda vagyok, és általában testületi üléseken hozott véleményeket nem szoktam az újságból kivinni. Amúgy a elnök úrunk kívül másik 3 minisztertől én nem kritikálkot, sőt féltést tapasztaltam. Szabó miniszter, aki mellettem ült, pont azt mondja, félt azért, mert nagyon sok munka vár rá, vagy mit tudom, tehát nem ellenszemeket és nem alkalmassági kérdéseket fogalmaztak meg velem szemben, hanem talán a féltés. Mindenesetre ott lévő 21 néhány embernek a 80%-a egyértelműen mellettem szólt, és a tagság, a megyék, amit járom 11-12 éve, hiszen én együtt nőttem fel a független kisgazdapárt tagságával, örömmel vették. És ön bízik abban, hogy el tudja látni ezt a miniszteri posztot? Nézze, 11-12 év alatt én, mint egy ilyen tűzoltó, tíz tűzoltó hadnagy, valóban a független kisgazdapártnak nagyon sok nehéz időszakában párt elnökségtagként, főtitkárhelyettes, főtitkár, alelnökként megyei választmányokat vezettem le, fórumokat, agrárfórumokat tartottam, minden nap, most is szombat, vasárnap is, pénteken is ezeket végeztem. És természetesen soha nem szeretnék elszakadni a tagságtól, akivel együtt nőttem fel, alul nagyon sok becsetes embert ismertek meg, és ők sajtak cserbe engemet. Én sajtam őket sose cserben, és ők se engemet. Ők érdekükben, ha már az elnökség és a párt elnöke így döntött, nincs jogom visszautasítani ezt a jelölést, de nem karriervágyból veszem, hiszen ez egy nem dicsőségfutás lesz, ezt nagyon jó tudja, hiszen az egyik legnagyobb minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az a szaktárcán belül hozzájöttek a területfejlesztés, akkor a önkormányzatokkal való kapcsolatotás, építés, ugye a mezőgazdasági vízgazdálkodás. Ráadásul olyan sokrétű kusza viszonyokat fog örökölni, mert néhány poszton nyilván cserét tervez,
onnan lefele. Nézze, viszont az alapokat, az elődöm Tornyányi József elnök úr miniszter úr lerakta, hiszen az, hogy összekapcsolta a vidékfejlesztést a földművelésügyel, a területfejlesztés átjött a mi tárcánkhoz. Tehát olyan plusz források és olyan új területek is jöttek, mezőgazdasági építés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, olyan területek is jöttek, amelyet pont arra, hogy a magyar vidék megtartó ereje, lakosság megtartó ereje nőjön, tehát ad egy elvi jó alapot az eddigi minisztérium. Természetesen különböző emberek vagyunk. Én egy puritán református ember vagyok, olcsóbb, hatékony, és a gyakorlati kérdésekkel többet foglalkozó minisztériumot szeretném. Hírek szerint lesz miből megsporolni. Ön politikai pályafutása során mindig is, mint Tordján József támogatója volt is, mert most nem akarom azt a szót mondani, hogy a politikai kreatúrája volt, de hát miniszterként mindenképpen az ő ötlete volt. Nem fél attól, hogyha Tordján József politikai pályája bármilyen okból megszakad, akkor önnek is vége lesz. Nézze, én egy fegyelmezett kisgazda vagyok. Istenhoz a család, nálam ez valóban az életem elemét jelenti, hűség Istenhez, hiszek Krisztusba, kegyelmébe, és én elfogadom azokat a döntéseket, amelyeket emberek közvetítenek. A párt elnöke, de gondolom, 11 éve, lesz, ez nem dr. Tornyán József. Én mellett a legrégibb elnökségi tag vagyok. Én valóban nem a médiában szoktam elmondani véleményemet a párt elnökről, vagy a elnökségi társaimról, mint sajnos most is akkor, mint kiderült, egy ilyen 20-25 fős, amúgy nem csak az elnökségi tagok voltak ott, hanem a frakció elnökségtagja kiderül. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert egy testületi ülésről én soha ki nem vittem híreket, és sajnos, ha már kiviszik az újságba, ez egy nem jó kisgazda tulajdonságnak tartom. Mindaz a botránysorozat, ami most úgymond a kisgazdapárt körül, a tagságnál, a vidéki tagságnál egyáltalán nem érződik ez, de sajnos itt a Keresztűzbe vagy bárhol, már sajnos nem magam, hiszen önök hívtak most is ide, már korábban többször voltam itt vendég. Azért kellett, mert fegyelmezetlen emberek vannak. Fegyelmezetlen az, aki a saját tányéjába belepiszkít. Én azt mondom, a nagyon rossz tulajdonságnak tartom, hogy rögtön egy testületi ülésen történt eseményeket kivisz a médiába, elmondja az újságban. Ez rendben van, ez más pártnál is jön, de nem ezt kérdeztem, hanem azt kérdeztem, hogyha Tordján József már nem egzisztál a kisgazdapártban, hiszen azért ennek csak megvan az esélye. Nézze, Tordján József a párt elnöke, és én ma se látok alkalmasabb szemét párt elnöknek, mint őt. Ő most a pártelnökség mellett a frakció vezetést is magára vállalja, és egy év múlva jönnek a választások, megjeleníti a független kisgazdapárt politikáját a parlamentben is sokkal határozottabban, talán mint a korábbi frakcióvezető, és gyakorlatilag ő megjeleníti a párt politikáját, mint párt elnök. Azt mondják, hogy azért lehet ön miniszterjelölt, mert hogy Tordján József tulajdonképpen önön keresztül megtartatja a befolyását erre a tárcára. Praktikusan ön a végrehajtója lesz csak annak, amit... Nézze, én ezt visszautasítom. Aki ismer engemet, tudja, hogy én is egy erős, határozott egyéniség vagyok. Valóban hűséges, alázatos kisgazdag vagyok. Egy dolog a párt, és egy dolog a, ha én miniszter leszek, természetesen nekem a kormány, a három koalíciós párt mezőgazdasági politikáját kell végrehajtanom. Nekem le kell ülni nyilván a szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel, szakmai egyeztetésre, akár még az ellenzéki pártokkal is szakmai egyeztetésre hajlandó vagyok, meg is kell tenni, hogy nemzeti agrárpolitika alakuljon ki. Én viszont, ha megkapom a miniszteri kinevezést, teljes önállóságot szeretném, nyilván azokkal a személyekkel, akikben megbízok, és teljesen a magam felfogása szerint egy olcsó, hatékony és jó minisztériumot. Ezek szerint, hogyha a fegyelmezett kisgazda összeütközésbe kerül a fegyelmezett miniszterrel, mert ez a közeljövőben de is akár miért kerülne összeütközésbe? Mert nem mást kerül. Akar a kisgazdapárt elnöke, és mást akar a miniszterelnöke. A független kisgazdapárt elnöke, Tordján József is azt akarja, hogy egy stabil, amit ő elkezdett, tehát azok az elvi alapok, amelyeket ő lerakott, az tovább folytatódjon. Nyilván minden embernek más a habitusa, énnek is más az egyéniségem, és nyilván biztos, hogy sok minden dolgot másképp fogok csinálni, ha miniszter leszek, de még egyszer mondom, az elvi alapokat megtartom. A gyakorlati kérdésekkel szeretnék foglalkozni és megoldani. Talán erre több időm lesz, hiszen én nem vagyok pártelnök, én minden időmet ennek szentelném. De hát éppen a gyakorlatban volt a probléma, nem, hogy nagyon sok olyan híresztelés volt, hogy a földművelési tárcától rengeteg pénz elfolyt olyan helyre, ahova nem kellett volna. Nézze, én nem vagyok nyomozóhatóság, nem ismerem, hiszen én eddig nem dolgoztam a minisztériumban. Én a országgyűlés alelnöke voltam, böcsülettel ellátom a munkámat, és igyekeztem korrekt munkakapcsolatot mindenki. Igen, de most önnek kell elvágni ezeket a szálakat, nézze, kinyomoznia, megoldania, hogyha ezt tényleg. Nyilván erre megvannak az illetékes szervek, például most is a TV2-be hívtak, és ugye én utánoztam a Bercsényi László, igazgatóra, Agrármarketing Centrum igazgató jön, akiket megvádoltak, ugye
különböző korrupciós ügyekkel, ő tisztázza magát. Tehát megvannak adott vezetők az adott háttérintézményekben, amik a főnemesügyi minisztériumhoz is tartoztak, és ott az adott vezetők nyilván elmondják. És azok, akik erkölcstelen módon rágalmazták, akár a miniszter volt, vagy a családját, vagy bárkit, azoknak nyilván felelni kell, ha nem tudják bizonyítani a valótan állításaikat, felelni kell. Tehát a Környezetgazdálkodási Intézet ügyében egy ekkora dosszié volt, itt valamelyik reggel láttuk, hogy sorba sorolta, hogy ennek fizettek ki pénzt tanulmányokért, amik soha nem fizettek, és sorba mentek. Környezetgazdálkodási? Ha jól emlékszem, igen. Hát a környezetgazdálkodás az, nem az igaz, volt, de hát az újságokat felkészíteni jobban kicsit. Nem mostuk ezért össze az összes kizdalatát. Igazából, hogy a Tamás Károly úr vizsgálatot rendelt el az összes háttérintézményt. Igen, én is csak a médiából értesültem. Nem szólt önnek? Nem szólt, hiszen én még a Tamás Károlyra nem találkoztam. Miniszter úr, Tornyán miniszter úr, mikor az én személyemet megjelölte Dr. Kovács Zoltán. Hát akkor mégsem csapatmunka a minisztériumban, azért ne haragudjon, ön mint utód azért fölhívnám, mint államtitkár, intézőminiszter. Nem, nézze. Addig, nem amíg szabad én, ilyet csinálni? Addig, amíg a bizottsági meghallgatások nincsenek, addig, amíg a miniszter esküt le nem teszem, én egy fegyelmezett ember vagyok, törvénytisztelt ember, addig nyilván én ezekben a szakmai kérdésekben nem szólok be. Amúgy nagyon egyetértek Tamás Károly államtitkár úrnak intézkedésével, ha már így rákérdez, de én tájékoztatást nem kaptam, én is csak az újságból értesültem, hogy ő, ha már ilyen vád merül fel, Dés úr vagy valaki más részéről, akkor elindítja a szükséges vizsgálatot. Ön egyébként elégedett Tamás Károly eddigi működésével, mert lehetett, kétféle információt lehetett olvasni a lapokban. Az egyik, hogy ön szívesen ott tartaná őt közigazgatási államtitkárként, egy másik vélemény szerint, amely másik lapban jelent meg, viszont az volt olvasható, hogy a miniszterelnök úr nem igazán érez bizalmat Tamás Károly iránt. Akkor most vele mi lesz? Nézze, ha a miniszterelnök úr megadja nekem a bizalmat, hogy önállóan válogathassam meg munkatársaimat, és nyilván nekem nagyon sok szempontot kell mérlegelnem, hiszen egy új emberként kerülök oda, és a politikai államtitkár úr személye, akire a Tordján elnök úr is gyakorlatilag cézást tett, kijelentette út újságírók előtt, akit én jó szakembernek tartom, hiszen a mezősági szövetkezeti üzletrészt és a nemzeti földal birtokrendezés egyéb törvények előkészítésében nagy szerepet játszott a rövid ideje, hogy ő ott helyettes államtitkár, jó szakembernek tartom, tehát nincs kifogásom a személyével. Sőt, jónak tartottam eddig is a közvetlen munkakapcsolatot. A közigazgatási államtitkár és az államtitkár helyettesek kérdésében természetesen az egyeztetést igényel, amikor megkapom a miniszteri kinevezést, csak akkor fogok lenni. Mondja, és tulajdonképpen önnek volt valami baj a Szabadi Bélával? Mert az az érdekes számomra ebben az egész lemondásban, hogy Tordján József ugye lemondott, és azt mondta, hogy hát a politikai államtitkárnak követnie kell a miniszterét, és önnek meg kell adni a lehetőséget, hogy az utódját, akikkel együtt akar dolgozni, kiválassza. Ehhez képest ő ajánlotta Kovács Zoltánt, akit ön elfogad, mert szakértelmét biztosítottnak látja. Ugyanakkor az nem hangzott még el, hogy önnek mi a kapcsolata Szabadi Bélával, vagy egyetlen mi a véleménye róla. Tulajdonképpen Szabadi Bélának akkor miért kell távozni? Sokan nem értik ezt. Nézze, én azt hiszem, hogy úgy illik, hiszen elnök úr, Tordján elnök úr a legszorosabb munkakapcsolatba állt a politikai államtitkárával. Ő így, maga elnök úr, mikor ő lemondott, ő kvázi bejelentette Szabadi államtitkár úr lemondását is. Azt hiszem ez így is jó, ha miniszter és a közvetlen helyettese, a politikai államtitkár együtt önnek, együtt mennek. Tehát ez ebből lett volna valaki, aki ismeri a dolgokat, hiszen éppen ő mondta, hogy új ember, és nem ismeri még ezt az aparát. Nézze, új ember, de 15 éve dolgoztam a mezősági gyakorlatban, 7 éve parlamenti képviselő. És csak arra mondom, bocsánat, hogy Szabadi Béla a mezősági törvények, megalkotásában szinte mindegyikben részt vettem, akár ellenzéki, akár kormánypárti politikusként, még hogyha ország is alelnökeként, most az utóbbi három éve nyilván kevesebb lehetőségem volt. Az agrártámogatási rendszer mostani kialakításában, a háttér megbeszélésekben is részt vettem. Tehát még egyszer elmondom, én úgy látom, és elfogadom, és ezt helyeslem a Tornyán miniszter úrnak, ezt a döntését, hogy a politikai államtitkár a miniszter helyetteseként együtt dolgozva, egy politikai akaratot képviselve, ha ő távozik a miniszter, akkor megy a politikai államtitkár. Ez legtöbb helyen különben így van. Van egy nézői telefonunk, halló? Halló? Tessék, parancsolni. Jó napot kívánok, Szórá Gyorsi vagyok. Tisztelettel üdvözlöm a keresztűz résztvevőit. Két nagyon rövid kérdésem lenne.
nem létezhet-e az, hogy ön azért tette oda a Torgyán úr, hogy a Földművelési Minisztériumban keletkezett Sarait elhossa? A másik, hogy a kormány, mint a Földművelési Miniszternek a munkáltatója, ne vállalja a felelősséget, ha kiderül az, hogy a Torgyán úr tényleg köztűrőlényes bűneket követett el. Köszönöm szépen. Tehát az első kérdése nem azért tette oda egyáltalán. Torgyán elnök úr 11 éve ismer. Én nem hiszem, hogy ilyenre, hogy bármilyen engemet befolyásolni akarna. Talán azért, mert 4 évig a mezőgazdaságbizottság alelnöke voltam, és valóban hűségesen kiálltam, és minden emberért kiállok, akit megvádolnak alaptalanul, akinek a családját gyalázák, és továbbra is, hiszen itt 2-szer is voltam már korábban, épp akkor, amikor legnehezebb helyzetben volt, távollétében támadták őt. Én elítélem azt a sunyi módszert, amikor egy embert próbálják gyalázni magán életében, tehát erkölcstelen módon próbálják tönkretenni. Én valóban hiszek az ártatlanságban, a család ártatlanság véleme meg is illet minden embert, és addig, amíg itt bebizonyítva nincs, itt semmilyen ilyen feltételezett rágalmaknak én hitelt nem adok. Még egyszer mondom, én egy református papgyerek vagyok, üzlettel nem foglalkoztam sose, beosztott agrármérnök voltam korábban, utána pedig politikusként, üzleti életben nem voltam, engemet nem köt semmilyen szál, semmi érdekem nem befolyásolja, hogy bármit eltusoljak. Igazságot szeretnék, és természetesen mondom, nyugodt munkafeltételeket szeretnék biztosítani, és a kormány, a 3 koalíciós párt közös agrárpolitikáját végrehajtani a hátrevő egy évbe. Tehát ez egyik kérdésem, első kérdés, ez a válaszom. A másik, a miniszterelnök felelősségéről szóló törvény, ugye arról rendelkezik, hogy a minisztert és a politikai államtitkárt felmentheti, a koalíciós szerződés szerint viszont a koalíciós fél, jelen esetben a független kisgazdapárt elnöke és elnöksége jelöl. Ez megtörtént pénteki nap során, és hát azért mondom, hogy ennyit tudok elmondani a kedves hallgatóknak. Kérek, többször mondta, hogy ön főállattenyésztő volt, sem üzlettel, sem egyebekkel nem foglalkozott. Ez az, amit átvesz, azért ez egy jó nagy üzlet. Sok állatom mindenféleképpen. Érez magában annyi magabiztosságot, hogy egy főállattenyésztői múlttal, szakmai múlttal, egy ekkora minisztériumot az összes konfliktusával együtt vezetni tudjon? Nézze, 2 rész van. Egyik a tűzoltó munka, ami naponta jönnek, hiszen egyszer túltermelés, egyszer alultermelés, egyszer asszály, egyszer belvíz. Nagyon sok gondok vannak, hiszen pont ez a tárca az, ahol a természeti feltételeknek is legjobban kitett. Nem lehet, hiába tervez előre az ember, a munka, a veríték, az a kötelesség, de a növekedés az Isten ajándéka. Egy hívő emberként ezt tudom, és 15 éves gyakorlatomban, amikor sok embert irányítottam, egyszer embert, és azóta is a kisgazdapárt főtitkáraként, alelnökeként, én úgy hiszem emberekkel a munkakapcsolatot megtalálom. Természetesen én nem hordom a bölcsekkövét a zsebembe, de elég jó személyzeti politikát tudtam kialakítani életembe, bárhova kerültem, és hűséges ember, általában megbecsültem a munkatársaimat, és ők is megbecsültek engemet. Korrekt emberi kapcsolatokat tudtam kialakítani, mert ha politikai ellenfeleimmel szemben vannak is kemény, szangvinikus alkatom folytán kemény összeütközések, mindig békében tudtam elmánni, keresztjéni szeretettel, soha senkivel bosszút nem akartam állni, és nem is akarok továbbiakba se. Tehát én érzem azt, hogy olyan szakemberek, hiszen vannak nagyon jó szakemberek az FBN-ben, és lehetnek még jobb szakemberek is, akik jönnek hozzánk, kaptam is ilyen jelzéseket, és azok az újsághírek, hogy engemet a szakma nem fogad el, mert csak főállattenyésztő voltam, hát kérem, nem baj, ha agrármérnök is kerül a minisztériumba, hát nem. Volt már máskor is. Voltak egyszerű, amikor 3 éve alelnök lettek, azt mondta, nem vagyok jogász, hülye leszek, egy hónap alatt megbukok. Kérem, őszintén mondom, a parlamentben még az ellenzékek is böcsülettel elismerítik a munkámat. Eddig, ahova a független kisgazdapárt állított, én böcsülettel megoldottam ezt a feladatot. Sokan imádkoznak nyilván ezért, hogy a terhek alatt össze ne roppanjak. Én hiszem abba, hogy ezt a feladatot is el fogom. Az előbb nagyon szépen beszélt arról, hogy megvédte Torgyán Józsefet valóban többször a távolétében, de Torgyán József nem mindig volt önnel szemben ilyen lovagias, olyan is előfordult, hogy az ön úgymond botránykeltő viselkedése miatt bocsánatot kért másoktól. Nézze, nem volt botránykeltő viselkedés. Egyszer volt egy agrárfórum, ahol egy hivatalvezető, valóban minisztérium hivatalvezetője, megyei hivatalvezető
nagyon durva szavakkal mondjam azt, hogy lehülyézte egy kisgazda helyi elnököt. Én nagyon kemény szavakkal, talán túl kemény szavakkal ezt visszautasítottam, ebből volt egy kis konfliktus, de ezt is ugye a média hozta ki. Na most ez a baj, hogy nem kellene mindenről. Hát emberek vagyunk, és még otthon az ember, akit szeret a gyerekekkel, családdal is még néha hangosabb szót vált, ez nem azt jelenti, hogy nem szedjük emel. Én Tordján Józsefet tisztelem, becsülöm, ő nélküle nem lett volna független kisgazdapárt ilyen eredményes a parlamenti munkába. Mert azt most a 3%-ra mondja, ahol most állna? Nem, barátom, nem 3%-on áll a független kisgazdapárt. Ha most vasárnap lennének a választások, újabb 10-12%-os eredmény biztos, hogy elérne, vagy még többet is a független kisgazdapárt. Időközi polgármester választások ezt mutatják, és az az igazi mérce, nem pedig a közvéleménykutatás. Nem tudom, hogy olvastál már a mai világgazdaságot, azt gondolom, hogy nem nagyon volt még rá ideje. Ebből majd leszűrheti, hogy még ki se jelölték önt, miniszter, pontosabban kijelölték, de még nem került be a minisztériumban, már is megindulnak ön ellen a támadások. Biztos, hogy fogok készülni el, nem tudom, hogy mit. A mai világgazdaságban az olvasható, hogy Perlaki László szakértő az ön által aláírt ajánló levéllel szervezte hónapokon át a biodízel programot, és ezt az ajánló levelet ön, mint a parlament stratégiai állandó bizottságának elnöke írta alá, holott ilyen bizottság nincs, és ön elnöke sem lehet a testületnek. Kele László Áder János házelnökhöz fordul a mai nap, ez van a világgazdaságban, hogy vizsgálják meg, hogy ő milyen felhatalmazással, milyen megbízást adott egy nem létező bizottság nevében. Következő. Perlaki úr az FVM-ben Sinoros Szabó Botondul, aki azt hiszem Országos Területfejlesztési Központ igazgatója, ő mutatta be nekem. Perlaki úr, mint egy feltaláló mérnök jelentkezett nálam, fizetést tőlem soha nem kapott, természetesen én sem kaptam semmilyen tanulmányt tőle. Ő a következőt mondta, hogy a biodízel program, ami akkor indult, hogy ő ebbe hisz, ő vegyészmérnök, feltaláló, ezzel kapcsolatban ő tájékoztatást ad. A világ több országában a biodízel program beindult, sokan ellenzik, sokan viszont küzdenek itt Magyarországon is, most épp Csurgon raktak nemrég le egy alapot. Én magam is kíváncsi vagyok, akkor még nem tudtam, hogy valamikor jelölt leszek, de mint agrárminő természetes érdekelt. Soha egy fillért nem adtam ennek úrnak, pár szó találkoztam vele, kért tőlem valóban egy igazolványt azért, hogy egy ilyen stratégiai tanácsadó bizottságot, ami ott nálam, hiszen én nekem országgyűlési elnökek nem is volt ennek keretem, hogy én erre egy szakértői bázist, hiszen én nem miniszter voltam, hogy biztosítsak, ő önzetlen felajánlott. Amúgy ő önzetlen munkát végzett, például ilyen határon túli magyar festőknek a kiállítását rendezte. Én ebbe segítettem, többször nyitottam meg, így ismertem őt meg. Nem, akkor ő visszaélt az ön jó indulatával és a jó hiszeműségével. Visszaélt a jó hiszeműségével, és amikor én ezt megtudtam, hogy ő felhasználta az én nevemet, és ezt a aláírat dolgot én visszavontam tőle, meg tudom önnek mutatni bármikor, azonnal, sőt a ház elnökét, Áder Jánost tájékoztattam, sőt Kelle Lászlót is tájékoztattam, őnek is megmutattam, miután ő ezt jelezte, úgyhogy mindent visszavontam tőle, körülbelül jó fél éve, 8 éve. Lehet, hogy arra akar a szocialista képviselő példát hozni, hogy egy miniszternek óvatosabbnak kell lenni. Hogy, hát, hogy erre szokták mondani, hogy na, most már akkor legyen büszke az ember arra, hogy még valóban még meg sem nőtt, de már kezdik támadni. Én nézze, hozzászokok ahhoz, sajnos hozzászoktam ahhoz, hogy bennünket, kisgazdákat, ha sapka van azért, mint ahogy katonák voltunk, ha azért ütnek nyakon, ha meg nincs rajtunk a sapka, az meg azért. Ez tipikus egy olyan eset, még egyszer mondom, én ebben a dologban teljesen ártatlan vagyok, soha én gyakorlatilag üzleti kérdésben nem voltam meg, és amikor tudomást szereztem erről, azonnal kb. 80 percet visszavonattam még a belépőjét is, valami belépőt a belépőnek. Jobban fog vigyázni a jó hiszeműségére, mert híres arról, hogy jó hiszemű. Nézze, engemet apám, aki sajnos 25 éve halott, arra tanított, hogy minden embernek adjam meg a bizalmat. Ha most ön jönne hozzám, és kéne, én önnek is, bárkinek, mindenkinek megadnám a bizalmat. Még neked viszont is. Engemet egyszer lehet becsapni, én utána akkor rögtön vonom. És én még egyszer mondom, senkivel szemben bosszút nem akarok állni, nem olyan alkat vagyok, hívő keresztény ember vagyok, de megteszem mindig a szükséges intézkedést, ha látom, hogy valaki megtévesztett. Nem lehet, hogy úgy fog járni, mint ez egyik, az előbb ugye összekevertem a két minisztériumot, a környezetvédelmi minisztériumba került egy miniszter, aki próbált rendet csinálni, és nagyon hamar kirúgták. Lehet, hogy most ön ezért próbál óvatosabb lenni? Azon miniszter úr nem volt párt, miniszter úr mögött nem volt párttámogatás, sőt, MSZMP-ből jött. Én a független kisgazdapárt tagja vagyok, együtt ültem fel a tagságon, én úgy érzem, hogy a tagság mögöttem áll. Nagyon szépen köszönöm a elnök úr, hogy befáradt, és köszönöm. Reméljük, hogy
pontosabban gondolom, hogy ön is reméli, hogy Orbán Viktor végül is kijelöli önt miniszternek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Aki joggal érezheti úgy, hogy az elmúlt napok történései őt igazolták. A Keresztűz holnapi vendég, akinek kérdéseiket önök is feltehetik, Csúcs László. Tornyán József mégsem lesz a Független Kisgazdapárt parlamenti frakció vezetője. Pénzügyi vizsgálat indult az FVM-hez tartozó intézményekben. Elenyésző a valószínűsége, hogy jövőre csökken a parlamenti képviselők száma. Délután 1 órakor elindultak a malév járatok. A jugoszláv igazságügyminiszter nem tartja kizártnak, hogy Miloševićet kiadják Hágának. Jó estét kívánok! Összefogásra szólította fel a képviselőket Orbán Viktor miniszterelnök a parlament tavaszi ülésszakának első plenáris ülés napján. A napi rend előtti felszólalások sorában elsőként a kormányfő szólt az ország előtt álló feladatokról. Orbán Viktor szerint minden esély adott, hogy a következő évtizedek Magyarországon a családok köré épüljenek. Ezt olyan pillérek támasztják majd alá, mint a munka, a tanulás és a rend. A kormányfő kitért a gazdaság jó helyzetére és közölte, hogy a családok nettó jövedelme az elmúlt évben átlagosan 14-15%-kal nőtt. Az új otthonteremtési rendszer Orbán Viktor véleménye szerint kibillentette bénult állapotából a lakáspiacot. Az elmúlt évben 2500 állami bérlakás építése kezdődött meg, tette hozzá a kormányfő. Az agrárpolitikáról szólva elmondta, a kormány gazdapárti javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a termőföld a főállásban mezőgazdasággal foglalkozó családoké lehessen. Orbán Viktor emlékeztetett arra, mekkora összefogás volt tapasztalható az országban a pusztító árvíz idején. Hasonlót kérte a státusztörvénnyel kapcsolatban. Szeretném, hogyha a státusztörvény megalkotásakor, amely immáron a Kárpát-medencei összefogás talán legfontosabb jogszabálya lesz, szintén sikerülne elnyernünk szinte minden képviselőtársunk támogatását. Hasonló egyetértést kérte a képviselőktől az Európai Uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos jogszabályokat illetően. Hozzáfűzte, a választásokat megelőző utolsó évet használják ki jól a honatják, hogy a remény és a bizalom tovább emelhesse Magyarországot. Korábbi elképzeléseivel ellentétben mégsem lesz a Független Kisgazdapárt parlamenti frakció vezetője Tordján József. Az elmúlt héten lemondott agrárminiszter noha korábban igényt tartott a posztra, a mai frakciógyűlés során ettől végül eltekintett. Tordján József döntésének oka az volt, mint azt a feszült hangulatú frakcióülés utáni rögtönzött sajtótájékoztatóján elmondta, hogy többen is ellenvéleményüket fogalmazták meg frakcióvezetői jelölésével kapcsolatban. Miután volt ilyen nézet, én jeleztem, hogy ezek után semmi kincsért el nem vállalnám a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselő csoportjának vezetését. Nekem egy a fontos, hogy a hétfői parlamenti ülésnapokon napirend előtt, mint a párt elnöke felszólalhassak, és ismertethessem a Független Kisgazdapárt 2002-es választási programját. A Kisgazda pártelnök fenti elképzelését közlése szerint a frakció egyhangú határozattal fogadta el. Tordján a frakcióvezető személyéről szólva azt is elmondta, amíg Gyimóti Géza miniszteri kinevezése, illetve Bánk Attila parlamenti alelnökké választása nem történik meg, addig a kérdésről érdemben nem döntenek. Ő egyébként Szentgyörgyvölgyi Pétert, a nemrégiben kinevezett fővárosi kisgazda megbízott elnököt javasolja a posztra. A távozó agrárminiszter beszámolt arról is, hogy az ülésen felvetődött politikai szerepvállalásának csökkentése. Noha a teljes frakció kiáll mellettem, és a teljes pártagság, a megyei elnökök és a megyei vezetés, de az a kérés, hogy amennyire lehet vonjam most ki magam az ösztűz alól. A sajtótájékoztató után, amit folyosói pletykák Tordján József további párton belüli gyengülésével magyaráznak, Polgári Platform néven új tömörülést hozott létre a párt parlamenti frakciójának 6 tagja. A platformot Bánk Attila, Boros Imre, Horváth Béla, Pokol Béla, Túrikovács Béla és Várhelyi András neve fémjelzi.
Közleményük szerint a kisgazdapárt polgári értékeinek erősítését tűzték ki célul a kisebbi kormánypárt frakciójának berkein belül. A rendőrség folytatja a nyomozást a Tordján Attila féle kazetta ügyben. Újabb fejlemények azonban egyelőre nincsenek, közölte Rózsa András az ORFK nevében. Vizsgálatot kezdeményez a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményei, vagyis az Agrármarketing Centrum és az Országos Területfejlesztési Központ ellen. Tamás Károly az FÖM közigazgatási államtitkára. Dézsi Géza a kazettaügy koronatanúja korábban azt állította, hogy az Agrármarketing Centrum finanszírozta Tordján József telek vásárlását. Tamás Károly a Földművelésügyi Tárca közigazgatási államtitkára szerint egyre több a szóbeszéd tárcán belül és politikai körökben egyaránt az FVM-hez tartozó cégek szabálytalan gazdálkodásáról. Ezért tartja szükségesnek a vizsgálatot. Bercsényi László, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója hivatalosan még nem értesült a vizsgálatról. Magára a vizsgálat elrendeléséről is csak a sajtón keresztül tudok, tehát a mai percig, a mostani percig sem kaptam én erről hivatalos tájékoztatást. Szóbeszéd mindig sok mindenről folyik, úgy gondolom, hogy a vizsgálatok és az átvilágítások azok nem negatív tartalmak, hiszen jelenleg is folyik az Agrármarketing Centrumnál egy átvilágítás, amit még a miniszter úr rendelt el tavaly évben, ez az éves rendes átvilágítás. Arra a kérdésre, hogy összefügg-e a vizsgálat Dézsi Géza kijelentésével, miszerint az AMC finanszírozta közvetve Tordján József Tája utcai telekvásárlását, a következőket válaszolta. Dési Géza kijelentését pedig egy nagyon rövid kommentára hagyítassam, hogy ez nyilvánvaló valótlanság, rágalmazás. A mai napban megbíztuk a Bárend ügyvédi irodát arra, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket, a jogi lépéseket. Bercsényi László elmondása szerint Tamás Károly közigazgatási államtitkára jó volt a munkakapcsolata, hiszen ő az Agrármarketing Bizottság elnöke, így az AMC szakmai felügyeletét látja el. Ebben minden parlamenti párt egyetért abban, hogy legalább 80-100 mandátummal csökkenjen az... Alacsonyabb fokozat, Tordján József mégsem lett frakcióvezető, erről még csak nem is szavaztak. Szárnyalás. Ismét járnak a malév gépek, de változatlanul kérdéses, mi lesz a céggel. Környezetkár. Osítását. A várakozásokkal ellentétben nem választották meg frakcióvezetővé Tordjánt. Egyesek szerint azért nem, mert várhatóan nem kapta volna meg az egyhangú támogatást, ezért a kérdés napirendre sem tűzte az elnök. Később már úgy fogalmazott, hogy semmi kincsért sem vállalná a kisgazda frakció vezetését. Pénteken viszont Tordján József még azt mondta, hogy elsöprő többség támogatná, ha ringbe szállna. Két órás éles vita után Tordján József úgy döntött, hogy nem vállalja a kisgazdapárt képviselőcsoportjának vezetését. A kormánypárti frakcióban a várakozásokkal ellentétben ugyanis többen azt javasolták, hogy ne legyen a pártelnökből frakcióvezető is. A politikusok ezt azzal indokolták, hogy Tordján Józsefnek előbb tisztáznia kell a pártot és személyét ért vádakat. Az FKGP elnöke a napokban ugyan még azt mondta, hogy a párt egységesen felsorakozott mögötte, és mindenki azt szeretné, hogy ő legyen a frakcióvezető. A képviselőcsoport zárt ülésén azonban a kialakult éles vita miatt Tordján nem vállalta a megmérettetést. Egyesek szerint a pártelnök nemhogy a szükséges kétharmados többséget, de még a szavazatok felét sem kapta volna meg egy esetleges voksolásnál. A vártnál jóval több ellenvéleményt a pártelnök is elismerte. Miután volt ilyen nézet, én jeleztem, hogy ezek után semmi kincsért el nem vállalnám a független kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetését. Információink szerint elsőként Pokol Béla szólalt fel Tordjánnal szemben, aki szerint nem lenne szerencsés, ha a pártelnököt frakcióvezetővé is választanák. Zakó László Pokolhoz hasonlóan elvetette Tordján megválasztását. A politikus ugyan nem ad hitelt a pártelnök elleni vádaknak, de azt állítja, hogy a kisgazdák első embere már nem a régi. Szerintem már elnök úr ellentétben a pár évvel ezelőtti önmagához már nem sok sportcsarnokot tudna zsúfolásig megtölteni. Talán ezzel kellene szembesülnie, és egy kicsit meghallgatni mások véleményét is, és nem csak meghallgatni, hanem hallgatni is rá. Mindeközben a kisgazdapárt hat vezető politikusa polgári platformot alapított az FKGP frakcióján belül.
Bánk Attila frakcióvezető, Túri Kovács Béla és Boros Imre miniszterek, illetve Várhelyi András, Pokor Béla és Horváth Béla írta alá tömörülés alapító határozatát. A platform elsősorban a kisgazda politikusokat várja, ami egyesek szerint a Tordjánnal szembeni erők teljes megerősödését jelenti. Ma megkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka, amelyet a miniszterelnök nyitott meg. Orbán Viktor beszéde után Gyimóti Géza kisgazda miniszterjelölt felkereste a kormányfőt, és mintegy 20 percet négy szem közt tanácskozott vele. Bár a kisgazda politikus azt mondta, hogy élvezi a miniszterelnök bizalmát. Egyelőre nem teszi le miniszteri esküjét Gyimóti Géza, akit Tordján József jelölt utódjaként. A tervek szerint Gyimóti csütörtökön ült volna át a parlament alelnöki székéből a földművelésügyi miniszteri bársonyszékbe. Miniszteri kinevezése előtt a leendő miniszternek kötelező megjelennie a parlament illetékes szakbizottsága előtt. Orbán Viktor azonban még nem kérte fel a mezőgazdasági bizottságot, hogy hallgassa meg Gyimóti Gézát, mint miniszterjelöltet. Ennek ellenére Gyimóti Géza biztos jelöltségében. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy továbbra is egyetlen jelöltje vagyok ennek a posztnak. További egyeztetések ezen a héten, ő most külföldre elutazik, és gyakorlatilag utána még egyeztetés folyik. Én a Fidesz mezőgazdasági bizottság elnökével fogok tárgyalni. A tények úgy tudja, a kisgazda frakción belül nem mindenki ért egyet Gyimóti Géza jelölésével, akinek legkésőbb 4 nap múlva le kellene tennie esküjét. Február 15-én ugyanis megszűnik Tordján József miniszteri megbízatása. Információink szerint a közeljövőben a miniszteren és a politikai államtitkáron kívül Tamás Károly közigazgatási államtitkár is távozik a földművelésügyi minisztériumból. A szocialista Keller László írásban kérte Áder János parlamenti elnököt, hogy a házbizottság vizsgálja meg, milyen felhatalmazással, milyen megbízatást adott egy nem létező bizottság nevében Gyimóti Géza, az országgyűlés alelnöke. Keller szerint Gyimóti olyan okiratot írt alá, amelyben saját magát egy nem létező bizottság elnökeként tünteti föl. A Fidesz sajtófőnöke több újságíró szemelátára megfenyegette Keller Lászlót, vagy legalábbis úgy viselkedett, hogy azt Keller egyértelmű fenyegetésnek vette, miközben a képviselő a tényeknek nyilatkozott. Az okirat nem csak a bizottság működését ismerteti, hanem rögzíti a bizottság szakértőjeként dr. Perlaki Lászlót. Gyimóti Géza, földművelési és vidékfejlesztési miniszterjelölt nem tagadta, hogy segítségként írt egy ilyen dokumentumot. Én, mint minden segítséget, ami ingyen van, örültem neki természetesen, de átláttam miután, hogy ő ezt üzleti célra, vagy valamit szerette volna felhasználni, és rögtön visszavontam a megbízatást. Az állítólagos szakértő ezzel az ajánlólevéllel hónapokig szervezte a biodízel programot, vagyis üzleti célokra is felhasználta az okiratot. Egyrészt meg lehetett téveszteni a célokat, másrészt pedig, hát amint azt a később az ábra is mutatta, hát bizony üzletileg is eredményesen lehetett vele házolni. Farkas Attila, a Fidesz sajtófőnöke, aki végighallgatta a beszélgetést, odalépett Keller Lászlóhoz, és olyasmit mutatott neki, amit fenyegetésnek értett a képviselő. Ide jött és elkezdett így fenyegetni. Az incidens után a sajtófőnök elsietett az ülésterem felé. Az abnormális, hogy itt ebben az épületben elkezdjen bárki is fenyegetni egy képviselőt, szóval nem tudom, hogy hol tartunk már. Farkas Attila az ülésterem előtt már tagadta, hogy bármiféle módon megfenyegette volna a képviselőt. Rágalmazás miatt feljelenti Dési Gézát, a kazetta ügy koronatanúját, az Agrár Marketing Centrum. Dési a Naplónak adott exkluzív nyilatkozatában azzal vádolta meg az intézményt, hogy közreműködött Tordján József Tája utcai ingatlanának megvásárlásában és közpénzek átjátszásában. Tordján Attila továbbra is rágalomnak nevezte a vesztegetést. A tények úgy tudja, hogy az agrárminiszter fia még nem jelentette fel a kazetta ügy koronatanúját. Tordján Attila azt állítja, hogy még nem hallgatták ki. Még tanúsként sem idéztek meg, és az egész ügy egy olyan képtelen rágalom, hogy nem is biztos, hogy egyáltalán rendőrségre kell menjek. A kazetta ügy csak a kezdet. Ha a politika nem állítja le a rendőrségi vizsgálatot, akkor eljuthatnak Tordján Józsefhez. Az ügy koronatanúja a Naplóban utalt arra, hogy a miniszter és klientúrája közpénzen gazdagodott. Például a Tája utcai telekvásárlás, ez mindenképpen el fogja érni a Tordján József személyét. Milyen pénzből vásárolt a Tordján ura?
Tornyán úr az AMC által finanszírozta meg ezt a telekvásárlást, amely egy áttételesen jutott el odáig, hogy meg tudták ezt a telket venni. Dési Géza úgy fogalmazott, hogy állításait bizonyítani tudja. Az Agrármarketing Centrum vezetője viszont tagadta a vádakat. Hát meg vagyok döbbenve, szerintem ön is meg lenne döbbenve a helyembe, nyilvánvalóan ez nem igaz. Eközben az Agrármarketing Centrumban két vizsgálat zajlik, mindkettő pénzügyi átvilágítás. Az egyiket még a múlt év végén maga Tordján József kezdeményezte. Az a vizsgálat még nem zárult le, de a tárca közigazgatási államtitkára külön revíziót rendelt el. Tamás Károly indoklása szerint azért, hogy a távozó vezetők tiszta helyzetet hagyjanak maguk után. Alacsonyabb fokozat. Tornyán József nem lett frakcióvezető, erről még csak nem is szavaztak. Szárnyalás, ismét járnak a malév gépek, de változatlanul kérdéses, mi lesz a vállalattal. Környezetkár. Pakura, kerozin még nem tűnik el Budapest legnagyobb környezetszennyezése. És jön a mozgó végállomás, aszteroidára száll le egy amerikai űrszonda. Nem bírja. Tordján József nem lesz frakcióvezető. A képviselőcsoport nem támogatta egyhangulag a pártelnököt, ezért nem vállalta a tisztséget. Közben 6 kisgazda képviselő polgári platformot alakított, amelybe a frakción kívüli politikusok is beléphetnek. A pártelnök már korábban hallott arról, hogy a kisgazda képviselők közül nem mindenki látná szívesen a frakció élén, így erre rá is kérdezett az üdésen. Miután volt ilyen nézet, én jeleztem, hogy ezek után semmi kincsért el nem vállalnám a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetését. Zakó László kisgazda képviselő nem szavazta meg Tordján József frakcióvezető helyettessé választását sem. Az őt ért támadások folytatódni fognak akkor, hogyha minden kedden reggel a napilapok az ő napirend előtti felszólalásaival kezdődnek, és gyakorlatilag ismét elvonja a figyelmet, közvélemény figyelmét a frakció egyéb munkájáról, és ez egyre veszélyesebbé válik a választások közelettével. A nap folyamán 6 kisgazda képviselő Bánk Attila, Boros Imre, Horváth Béla, Pokol Béla, Turikovács Béla és Várhelyi András polgári platform néven tömörülést hozott létre, amelynek célja a polgári értékek képviseletének erősítése a frakción belül. A platformhoz a kisgazda frakción kívüliek is csatlakozhatnak. Molnár Róbert független képviselő szerint ez egyfajta elhatárolódást jelent a tordjáni politikától. Megtiszteltetés számunkra, de meggyőződésem az, hogy egyikünk sem fog hozzájuk csatlakozni, hiszen, mint ahogy az előbb is mondtam, az volt a célunk, hogy kinyilvánítsuk egyetlen értésüket az ő általuk képviselt politikával. A kisgazda frakcióból kilépett képviselő úgy véli, a platform létrehozása akár szakadás is előidézhet a képviselőcsoporton belül. Ezen a héten még nem lesz új vezetője az Agrártárcának. Gyimóti Géza, az országgyűlés kisgazda alelnöke, a várakozásokkal ellentétben nem teszi le a miniszteri esküt csütörtökön, mert további egyeztetésekre van szükség. A kisgazda jelölt ezt azután jelentette be, hogy találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A miniszterelnök 4 óra előtt néhány perccel a parlament ülésterméből Gyimóti Gézával együtt érkezett a szobájához. A megbeszélés 20 percig tartott. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy továbbra is egyetlen jelöltje vagyok ennek a posztnak. További egyeztetések ezen a héten, ő most külföldre utazik, és gyakorlatilag utána még egyeztetés folyik. Gyimóti Géza csütörtökre várt kinevezése így elmarad. A miniszterjelöltnek még találkoznia kell a mezőgazdasági bizottság fideszes elnökével, meghallgatja 3 parlamenti bizottság, majd ismét a miniszterelnökkel egyeztet terveiről. Tordján József miniszteri széke így egy hétig mindenképpen üres marad. A minisztérium munkáját addig várhatóan Tamás Károly közigazgatási államtitkár felügyeli. Adásunk idején már elmondható, hogy a malév meghirdetett menetrendjének 90%-a helyreállt. 12 óra 55 perckor elhagyta a Ferihegyi felszállópályát az első repülőgép. A kisgazda pártelnök csak frakcióvezető helyettes lesz a parlamentben. Malév, a légitársaság megmenthető, kérdés, hogy akarja valakit. Gén, tudományos siker és óriási üzlet az emberi géntérkép.
Jó estét kívánok! Ez az RTL Klub híradójának esti kiadása. Tornyán József mégsem lesz a Kisgazda frakció vezetője. A döntést ő maga jelentette be az FKGP frakcióülése után, és azzal indokolta, hogy többen ellenezték jelölését a képviselőcsoporton belül. A Kisgazda pártelnök hozzátette azt is, neki az a fontos, hogy a hétfői parlamenti ülésnapokon frakcióvezető helyettesként felszólalhasson, és ismertethesse a párt 2002-es választási programját. Információink szerint Tordján József felesége éles szavakkal bírálta a frakcióülésen azokat a képviselőket, akik férje ellen szólaltak fel. A Kisgazda pártelnök miután a múlt héten lemondott miniszteri posztjáról bejelentette, hogy ő akar lenni pártja frakcióvezetője. A délelőtti frakcióülésen azonban többen közölték vele, hogy nem támogatják elképzelését. Az ellenállás látván a pártelnök visszalépett. Én jeleztem, hogy ezek után semmi kincsért el nem vállalnám a független Kisgazda párt országgyűlési képviselő csoportjának vezetését. A frakció viszont Tordján javaslatára megszavazta, hogy a pártelnök hétfőnként napirend előtt rendszeresen felszólalhasson a parlamentben. Információnk szerint Tordján József felesége, a szintén képviselő Cseh Mária hangosan szidalmazta azokat a képviselőket, akik pártelnök férje ellen szólaltak föl a frakcióülésen. Nem kapott szót viszont Zakó László. A képviselő szerint elnökét meglepték a történtek. Szemmel láthatóan váratlanul érte ez a vélemény nyilvánítási roham. Nem tudom, hogy a fejében mi játszódik le. A szót kaptam volna, azért én is higgadtan azért el tudtam volna mondani a véleményemet. Több képviselő szerint nem sokára ketté szakadhat a Kisgazda frakció. A képviselőcsoport 6 befolyásos tagja, köztük Bánk Attila jelenlegi frakcióvezető, önálló platformot hozott létre, amelyhez csatlakozhatnak a frakcióból kilépettek is. Egyikük, Molnár Róbert szerint ez már a szakadás első jele. Meg vagyok győződve, hogy frakció szakadás lesz a vége, hiszen, mint mondtam már, ők sem támogatják azt a politikát, amelyet Tordján József képviselt. A platform tagjai cáfolják, hogy a frakció ketté szakítására készülnek. Ezen a héten még biztosan nem nevezik ki Gyimóti Gézát földművelésügyi miniszternek. A kinevezés elhalasztását az is indokolhatja, hogy Gyimóti egy évvel ezelőtt egy nem létező parlamenti bizottság nevében állított ki ajánlólevelet egy vállalkozónak, aki az úgynevezett biodízel programban vett részt. Az ügyet Áder János, az országgyűlés elnöke is vizsgálja. Gyimóti Géza ma délután kereste fel Orbán Viktor dolgozó szobájában. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy továbbra is egyetlen jelöltje vagyok ennek a posztnak. További egyeztetések ezen a héten, ő most külföldre utazik, és gyakorlatilag utána még egyeztetés folyik. Gyimóti Géza miniszteri jelölésének esetleges visszavonása azután vetődött fel, hogy a parlament Kisgazda alelnöke egy nem létező parlamenti bizottság nevében adott ajánló levelet a biodízel programban résztvevő egyik vállalkozónak. Ezt egyébként maga az érintett is elismerte, de azt mondta, hogy a vállalkozótól egyetlen fillért sem kapott az ajánlásért. Átláttam, miután, hogy ő ezt üzleti célra, vagy valamit szerette volna felhasználni, és rögtön visszavontam a megbízatást. A szocialista Keller László a parlament elnökéhez fordult, arra kérve Áder Jánost, hogy vizsgálja ki Gyimóti Géza ügyét. Ha nem tudott róla, akkor azért, ha tudott róla, hogy mit ír alá, akkor azért alkalmatlan a miniszteri tiszt betöltésére. A házelnök várhatóan holnap vizsgálja meg az ügyet, Gyimóti Gézát pedig amennyiben valóban az egyetlen jelölt jövő héten, vagyis akkor hallgatnák meg az illetékes bizottságok, amikor a képviselőknek nem kell a parlamentben lenniük. Vizsgálatot rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Tárca két cégénél. Ezek egyike az Agrármarketing Centrum, amelynek gazdálkodásáról már a rendőrség is gyűjt adatokat. Információink szerint a vizsgálatot az államtitkár azért indította, mert Dési Géza, a kazettaügy koronatanúja egy TV interjúban azt állította, hogy az Agrármarketing Centrum finanszírozta a miniszter házépítését. Tamás Károly viszont csak azt mondja, az új miniszternek tiszta tárcát kell átvennie. A földművelésügyi tárca államtitkára éppen a Tordján József lemondása utáni napon rendelt el vizsgálatot. Tamás Károly híradónknak azt mondta, így akarta felkészíteni az új minisztert arra, hogy mire számíthat. Itt arról van szó, hogy váltás van, és a váltáskor mind a két félnek érdeke az, hogy az átadás átvétel tiszta legyen, és akkor legyen ez áttekintve, amikor ez szükséges, és most van ennek az ideje. A magyar mezőgazdasági termékek piacra jutását segítő cég gazdálkodása már a rendőrség figyelmét is felkeltette, de információink szerint még nem gyűlt össze elég adat ahhoz, hogy nyomozzanak.
A cég vezetője azt mondja, náluk minden a nyilvánosság előtt zajlik, és tevékenységüket, amit évente vizsgálnak, főnökeik eddig nem kifogásolták. A tulajdonosi jogkör dr. Szabadi Béla politikán titkár úr látta el, a szakmai felügyeletet viszont Tamás Károly közigazgatási államtitkár úr, aki az Agrármarketing Bizottság elnöke. Szabadi Béla elmondása szerint semmit sem tud az ügyről. Már nem igen, hogy mondjam, ásom bele magam a minisztérium ügyeibe, hiszen átmeneti állapotban vagyok. A cég ügyei akkor keltették fel a rendőrség figyelmét, miután kihallgatták a kazettaügyet kirobbantó Dési Gézát. Az Agrármarketing Centrum vezetőit azonban a rendőrök eddig még nem keresték meg. Orbán Viktor a parlament tavaszi ülésszakának nyitó beszédében kiemelte, hogy az országgyűlés tavaly 80 érdemi döntést hozott. Ezek közül Tósdi. Tordján József váratlan frakcióülést hivatott össze, többek tudta nélkül. Várományosok, Túri Kovács Béla átmenetileg lenne agrárminiszter Gyimóti Géza kinevezéséig. Újra itthon, teljes titokban hozták haza Amerikából a 440 csalással gyanúsított kisbandit. Ezüst kincs, újabb 10 millió forint a Szeúzó rejtély megfejtésére, folytatódik a nyomozás. És Oscar, Koltai Lajos operatőrt is Oscar-díjra jelölték, a Gladiátor 12 kategóriában indul. Itt a tények, a stúdióban Stál Judit, Pálfi István és Csisztu Zsuzsa. Jó estét kívánok! Újabb izgalmak a kisgazdapártban, a frakció már egyáltalán nem egységes, van, aki támogatja, és van, aki nem Gyimóti Géza miniszteri kinevezését. Napközben Horváth Béla frakcióvezető helyettes fegyelmit kezdeményezett a miniszterjelölt ellen, amiatt a bizonyos bizottsági elnöki ajánlólevél miatt, de végül is nem indul eljárás. A kisgazda frakció ma megerősítette, hogy Gyimóti Gézát tartja alkalmasnak a földművelési miniszteri posztra. A frakció ülését azonban a frakcióvezető tudta nélkül, szabálytalanul hívta össze Szentgyörgyi Péter általános helyettes. Egy másik frakcióvezető helyettes, Várhelyi András szerint tisztázni kell az ügyet, mert Pánk Attila nem volt távol, így csak neki lett volna joga összehívni a frakciót. Úgy tűnik, tette hozzá, eleve eldöntötték, kiket hívnak meg, és kiket nem Gyimóti Géza melletti bizalmi szavazásra. A kisgazda frakció összehívására a képviselőcsoport vezetőjének van joga. A tények információi szerint azonban Bánk Attila is utólag értesült arról, hogy egyik helyettese összehívta a testület ülését. A képviselőket olyan gyorsan értesítették telefonon, hogy néhányukat közülük, épp azokat, akik pénteken nemmel szavaztak Gyimóti alkalmasságára, nem sikerült értesíteni az ülés helyéről és időpontjáról. Nagy vitát váltott ki a frakcióban tegnap alakult polgári platform létjogosultsága is. Szoma Kálmán még a frakcióvezető leváltását is javasolta, de végül is ezekről az indítványokról nem szavazta. A platformok alakításának nincs akadálya a független kisgazdapártban vagy képviselőcsoportjában. Egyetlen egy megkötése van ennek az álláspontnak, hogy ne legyen kirekesztő egyetlen egy platform sem. Tordján József rosszindulatú híresztelésnek minősítette azt a sajtóinformációt, hogy ha a kormányfő nemet mondana Gyimóti kinevezésére, akkor a kisgazdapárt kilépne a koalícióból. Turi Kovács Béla környezetvédelmi miniszter ugyanakkor nem zárkózott el azelől, hogy ideiglenesen átvegye a földművelési tárca irányítását. Ha kapok ilyen felkérést, akkor természetszerűleg ennek akkor teszek eleget, hogyha ezt egyben a saját pártom is támogatja. Bár hát hozzá kell tennem, természetesen alkotmányosan nekem a miniszterelnök úr a főnököm, tehát ha ő azt mondja, hogy ne talántán én vagyok az, akkor gondolom, hogy nem is lehet ezzel már senkinek kifogása. A földművelési miniszter helyettesítésére azért van szükség, mert a tárca vezetője és politikai államtitkára egyszerre távozik néhány nap múlva. Az új miniszter pedig addig nem teszi le az esküt. Ilyenkor a kormány egyik tagja veszi rá a tárca irányítását a miniszterelnök kijelölése alapján. Pártfegyelmit kezdeményezett a kisgazdák egyik frakcióvezető helyettese Gyimóti Géza földművelésügyi miniszter jelölt ellen. Horváth Béla szerint pártársa rendkívül súlyos ügybe keveredett. Gyimóti ugyanis egy nem létező parlamenti bizottság vezetőjeként adott megbízást egy szakértőnek, aki később megpróbált visszaélni az ajánlólevéllel. A kisgazda párt elnöksége azonban úgy döntött, hogy nem indít eljárást. A frakcióvezető helyettes szerint Gyimóti Gézának esetleges kinevezése előtt tisztáznia kellene, miért adott szakértői megbízatást egy olyan vállalkozónak,
aki később azt állította magáról, hogy egyebek között a biodízel program koordinátora. Megfontoltabb lépéseket kell tenni, és mivel az alelnök úr tegnap elismerte, hogy egy nem létező parlamenti bizottság elnöke nevében ő megbízást adott, írásos megbízást adott, hát ez engem elgondolkodtat, de a következtetéseket nem nekem kell levonni. Gyimóti nem fél attól, hogy a megbízási ügy megakadályozhatja miniszteri kinevezését. Szerinte senkit nem károsítottak meg a nevében. A kérdés pedig fel sem merült akkor, amikor legutóbb találkozott Orbán Viktorral. Erkölcsi kárt szenvedtem ezáltal valóban, hogy bizalmas voltam Perlaki úrral szemben, de én még sehol nem hallottam olyant, ahol Perlaki úr mondjuk kárt okozott volna országnak, vagy valakit becsapott volna. A Kisgazdapárt rendkívüli elnökségi ülésén úgy döntöttek, nem lesz vizsgálat az ügyben, mert Horváth Bélának nem lett volna joga ahhoz, hogy fegyelmit kezdeményezzen. De egyelőre nem indítanak eljárást a feljelentő ellen sem. Továbbra is két számjegyű az infláció. Januárban 10,1%-kal voltak maga. 5-én lesz Los Angelesben. Tordján utódját keresik az FTC-nél is. Sporthírek következnek, Csisztu Zsuzsa. Délután 4 órakor kezdődött a Ferencváros Üllői úti stadionjában a klub egyesületi tanácsülése, amelynek feladata, hogy kijelölje a rendkívüli közgyűlés időpontját, továbbá megbízzon valakit, hogy addig, mint ügyvezető irányítsa az FTC-t. Ott van a helyszínen Váci Kis Gábor kollégám. Szervusz Gábor, mi történt eddig? Szervusz Zsuzsa, jó estét kívánok a nézőknek. 4 óta tulajdonképpen megszakítás nélkül tart a Ferencváros egyesületi tanácsának ülése. A tanácstagoknak két fontos kérdésben kellett ez alatt dönteniük. Az egyik, hogy az elnökválasztó közgyűlési ki irányítsa átmenetileg a klubot, ez durván 2 hónap, és áprilisban várható a közgyűlés. Másik döntés pedig, hogy olyan jelölőbizottság létrehozása, amely majd a közgyűlés elé terjeszti a legmegfelelőbb elnökjelöltek névsorát. Természetesen ezen kívül az egyesületi tanács foglalkozik azzal is, hogy milyen szerkezet struktúrában működjön tovább a klub, és hogy privatizálják, vagyis hogy eladják-e a labdarúgó szakosztályt. Ideig semmi információ nem szivárgott ki a zászlajtók mögül, mindössze annyi történt, hogy 10 perccel az ülés kezdete után a Fradit Féltők társaságának jelenlévő tagjait, köztük Dalnoki Jenőt, Jakapházi Lászlót, Ambrust Miklóst kizavarták a teremből, annak ellenére, hogy Furulyás János levezetőjelnök hivatalosan is meghívta őket a tanácskodásra. Az egyesületi tanácsülés részleteiről a Jó Estét Magyarországon tudok beszámolni. Köszönjük, Gábor! Az angol labdarúgó bajnokság... Háttér legközelebb a Jó Estét Magyarországon. Várja önöket Pálfi István. Gazdafrakció. Elutasították a kezdeményezett fegyelmi eljárást az agrártárca várományosa ellen. Nyitás keletre. Először látogatott magyar miniszterelnök Szaúd-Arábiába. Önkormányzati tűzoltó. Műszakpótlékuk kifizetéséért márciusban bírósághoz fordulnak. 27 vádlottnak több mint 100 év. Kábítószer kereskedő banda fölött ítélkezett a bíróság, a holland vezér megszökött. Mindenről részletesen is beszámolunk a híradóban. Köszöntik Önöket a műsorvezetők, Kis Gabi és Pap Endre. Jó estét kívánok a szerkesztő Szűcs Gábor nevében is. A Kisgazda frakció nagy többsége támogatja, hogy Gyimóti Géza legyen az új agrárminiszter. Tordján József a frakcióülés követően azt mondta, a Fidesszel több ciklusra szóló szerződést kötöttek, így szó sincs arról, hogy az FKGP kilépne a koalícióból. A külföldön tartózkodó magyar kormányfő a híradónak azt mondta, olyan személy kell az agrártárca élére, aki elviseli a támadásokat és élvezi a parasság bizalmát. Dán János kisgazda képviselő cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy olyan ívet írtak alá, amely szerint, ha Gyimóti Gézát nem nevezik ki az agrártárca élére, akkor a kisgazdapárt kilép a koalícióból. Gyakorlatilag egy jelenlét év volt, amelyen a megszövegezés az volt, hogy Gyimóti Gézát támogatjuk, és ezen képviselő neve, illetve aláírásai szerepeltek. Ha jól emlékszem, 19 névről volt szó. A Szaúd-Arábiában tartózkodó Orbán Viktor kormányfő a híradónak azt mondta, mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy Gyimóti Géza milyen támogatottságot élvez. Fontos, hogy a kisgazda frakció az a saját minisztere mögött teljes egészében föl tudjon zárkozni, és fontosak a bizottsági meghallgatások is, tehát szeretném tudni, hogy a parlamenti képviselők milyen arányban állnak a miniszter mögött.
Tordján József természetesnek tartja, hogy a miniszterelnök tisztán akar látni ebben a kérdésben. Hogyha a miniszterelnök úrnak kételje merül fel, akkor azt valóban helyes tisztázni. Ehhez nyújthat segítséget a Kisgazdapárt frakciója. A Kisgazdák képviselőcsoportja egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett Gyimóti Géza mellett szavazott. Tordján József elmondta, a frakció egyhangulag kiáll a koalíció mellett, és nincsen akadálya platformok alakításának sem. Turi Kovács Béla is aláírta tegnap azt a nyilatkozatot, amelyben csatlakozott a Kisgazda frakció polgári platformjához, ugyanakkor úgy véli, ha ez megosztja a képviselőcsoportot, inkább távozik a platformból. Úgy látom, hogy ez valakiknek rossz, valakikben rossz érzést kelt, vagy valakikben kellemetlen érzést kelt, akkor én a magam részéről természetesen nem veszek részt. Közben a párt Borsod megyei polgári tagozata nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozza, a tegnap megalakult polgári platform garanciát adhat arra, hogy a Kisgazdapárt az eddiginél jobban támaszkodjon a vidéki értelmiségre. Fegyelmi eljárást kezdeményezett egy jogosulatlan aláírás miatt az agrárminiszter jelölt Gyimóti Géza ellen Horváth Béla Kisgazda képviselő. A párt rendkívüli elnökségi ülésén formai és tartalmi kifogások miatt elutasították a fegyelmi kezdeményezést. Horváth Béla a zárt Kisgazda frakcióülésen többször kért, de egyszer sem kapott szót. Ezért írásban adta be a fegyelmi kezdeményezést. Megdöbbenve olvastam a sajtóba, hogy Gyimóti Géza képviselőtársunk, a Független Kisgazda párt alelnöke és az országgyűlés alelnöke egy rendkívül súlyos ügybe keveredett. Ezt mindenképpen a közélet tisztasága érdekében ezt a kérdést körbe kell járni. Nevezetesen, hogy ő egy nem létező parlamenti bizottság elnökének adta ki magát, és ebben a minőségében írásos megbízást adott egy parlamenten kívüli személynek. Gyimóti Géza szerint azért került most felszínre a fél évvel ezelőtti ügy, mert őt jelölték az agrártárca élére. Én megadtam ezt a kinevezési okmányt, de miután nem működött ez a stratégiai munkabizottság, megszüntettem. Utána olyan információkat kaptam, hogy visszaéltek, mert közjegyzőt hitelesítettek egy második példány tudtom nélkül, és ezzel próbáltak bizonyos kapcsolatokat szerezni. A fegyelmi kezdeményezést kora esti ülésén a pártelnökség tartalmi és formai kifogásokkal elutasította. A képviselőcsoport szabályzata szerint csak az elnökség és a frakcióvezető kezdeményezhet ilyen felelősségre vonást. A Független Kisgazdapárt Hajdú-Bihar megyei elnöksége felszólította Bánk Attila frakcióvezetőt, hogy mondjon le képviselői mandátumáról. Az elnökség egyidejűleg nyilatkozatban ítélte el a frakción belül megalakult polgári platformot. Márciusig várnak. Gyimóti kis hián ketté szakadt a Kisgazda frakció Tordján József utódjelöltje miatt. Mentőbaleset, négyen sérültek meg, amikor az M3-ason felborult egy mentőautó. Szexbotrány, azzal vádolják az egyik norvég párt vezetőit, hogy nőket erőszakoltak meg. Jó estét kívánok! Ez az RTL Klub híradójának esti kiadása. Egyre távolabbinak tűnik Gyimóti Géza miniszteri kinevezése. Legközelebb a jövő héten, vagy csak még később nevezhetik ki, ha egyáltalán kinevezik földművelésügyi miniszterré a Kisgazda alelnököt. Információink szerint a Kisgazda párt egy részében és a Fideszben is erős ellenérzésekkel fogadták Gyimóti jelölését. A Szaúd-Arábiában tárgyaló kormányfő azt mondta, továbbra is Gyimóti Géza a Kisgazdapárt hivatalos jelöltje, de a részletek tisztázása még hátra van. Orbán Viktor szerint tisztázni kell, hogy a kormányban lévő kisgazda miniszterek és a Kisgazda frakció milyen mértékben áll ki Tordján József jelöltje mellett. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem átmeneti egy-két hétre vagy hónapra szóló, hanem hosszú távú megoldást keres. Ezért, mint fogalmazott, egy támadás és ütés álló személyre van szükség, aki ért az agrártárca ügyeihez és bírja a parasztság bizalmát. A szocialista Keller László tegnap azt állította, hogy Gyimóti Géza azért nem alkalmas a miniszteri poszt betöltésére, mert egy nem létező parlamenti bizottság nevében adott ajánlólevelet egy biodízel programot szervező vállalkozónak.
Az ügy kirobbanása után ma Horváth Béla kisgazda képviselő is azt akarta, hogy vizsgálják ki Gyimóti ügyét. Én szerettem volna a mai Csonka szabálytalan összehívott frakciólésen ezt a kérdést felvetni. Ügyrendi javaslatként többször próbálkoztam, sajnos Torján elnök úr nem adott szót nekem, ezért kénytelen voltam így írásban a frakcióvezetőhöz fordulni, hogy egy tisztázó fegyelmi vizsgálatot rendeljen el. A kezdeményezéssel a helyszínen ismerkedett meg Gyimóti Géza, aki ezután azt mondta, hogy ő nem egy állandó parlamenti bizottság, hanem a saját országgyűlési alelnöki titkársága mellett működő stratégiai bizottság nevében írta alá a megbízó levelet, amit azóta visszavont. Tiszta vagyok, tehát én egy fillért nem adtam át az országgyűlési pénzem, én egy fillért nem vettem át. Konkrét olyan dolgot, hogy konkrét csalás áldozat lett volna valamelyik egyszerű magyar állampolgár, mert Pellegy úr becsapta volna, ilyen se érkezett hozzám az elmúlt egy évben, Én viszont maga a csalás tényét azt, tehát azt elismerem, hogy túl bizalmas voltam, tehát megadtam a bizalmat olyan embernek, akit mondjuk megismertem egy jótékony kulturális rendezvényeken, de valóban nem szabad lett volna ilyen kinevezés okmányt átadni. Az ügy akkora port kavart, hogy Tornyán József tisztázó megbeszélésre a minisztériumba hívatta a kisgazdapárt elnökségét. Tartalmilag és formailag megalapozatlanak tartotta ezt a fegyelmi kezdeményezését. Az ügyben egyébként eddig nem foglalt állást Áder János házelnök, akit Gyimóti Géza már tavaly ősz elején tájékoztatotta a történtekről. Pucsra készültek a Tordján hívő kisgazdák Bánk Attila és a frakcióvezetés egy része ellen. Ezt Horváth Béla, a párt frakcióvezető helyettese mondta az RTL Klub híradójának. A délelőtti rendkívüli ülésen hivatalosan a tegnap megalakult a kisgazdapárton belüli polgári platform volt a téma. A találkozóra néhány képviselőt meg sem hívtak, többeknek pedig későn szóltak. A váratlanul összehívott ülés információink szerint heves vitával végződött. A feszültség a folyosón sem múlt el, és a vita nem csak a képviselők között zajlott. Nem képviselő beszélgetni, menjenek valami, menjenek, jó? Inkább a tévében nem olyan sok mocskot hordjatok össze, ami nem igaz. Mert nem akartok a koalícióból kilépni. Az ülés délelőtt hívta össze Szentgyörgyvölgyi Péter frakcióvezető helyettes, aki Tordján jelöltje a frakció élére. Bánk Attila jelenlegi frakcióvezető és többen csak késve érkeztek, másokat pedig nem is hívtak. A frakcióülésen az váltott ki heves vitát, hogy Bánk Attila és öt másik képviselő a párton belül tegnap megalakította az úgynevezett polgári platformot. Ez a platform vészesen hasonlít ahhoz a esethez, ami a 90-es évek elején volt, amikor a történelmi platform megalakult, majd szétszakadt a frakció. A képviselők egy része úgy véli, hogy az ülésen a csoport létrehozóin akartak bosszút állni. Én úgy értesültem, hogy valóban, ha igaz a hír, hát ezt ellenőrizni kell, hogy Szoma Kálmán, Zala megyei képviselő indítványozta a bizalmatlansági indítványt a frakcióvezetővel szemben. Szoma Kálmán nem kívánt a frakcióülésről nyilatkozni. A megbeszélés után a pártelnök azt jelentette be, hogy a frakció támogatta Gyimóti Géza jelölését az agrárminiszteri székbe. Nagyon örülök, hogy a frakció ilyen józanul ítélte meg a kisgazda párt törekvéseit. A Gyimóti Géza kinevezése miatti vita erősen megosztotta a frakciót, ám a képviselőcsoport végül egyben maradt. Információink szerint az ülés közben Tordján József Orbán Viktor miniszterelnökkel is konzultált telefonon. Az RTL Klub kisgazda forrásokból úgy értesült, hogy Tordján József az utóbbi napokban kétszer is konzultált fia ügyéről Polt Péter legfőbb ügyésszel. A miniszter tegnap személyesen, ma pedig telefonon beszélt Polt Péterrel. A kisgazda pártelnök fia Tordján Attila ügyében szigorú ügyészi felügyelet mellett folyik a rendőrségi nyomozás. Befolyással, üzérkedés gyanúja miatt azért indult eljárás, mert egy magnófelvétel tanúsága szerint több vállalkozó 3 millió forint kenőpénzt akart eljutatni Tordján Attilának, aki ezért cserébe közbenjárást ígért egy állami támogatás ügyében. Pokol Béla visszavonta a nevéről elhíresült módosító indítványát. Az úgynevezett Lex Pokol előírta volna a vélemény, illetve az értékelés cáfolatát is, amennyiben azt a vélemény érintettje kéri. A javaslatot az ellenzéki pártok, valamint az újságíró szakma nagy része is hevesen támadta, mondván mindez jelentősen csorbítja a vélemény szabadságot. Tegnap aztán a Fidesz jogi kabinetje közölte, nem támogatja a Lex Pokolt, helyette saját indítványt nyújt be ugyanebben a témában. Információink szerint a svéd nagykövet kihallgatást kért Martonyi János külügyminisztertől annak ellenére, hogy tegnap már döntés született az amerikai vadászgépek javára.
aki még nem is olyan régen Tordján József legközelebbi munkatársa és tanácsadója volt. Tímár György szerint csúfos vége lehet a Kisgazda botrány sorozatnak. Nem tudom még biztosan, hogy jogi, orvosi vagy politikai eszközökkel kell végrehajtani.